Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Gondolom ti is hasonlóan már nagyon várjátok az Ark Genesis első részét, ugye amit még nyár elején jelentettek be, hogy ugye most 2019. decemberében érkezik az első rész, majd rá egy év múlva Genesis második része, ugyebár ez egy új season, új DLC, új minden, új állatok, stb. Sajnos az a rossz hírem, hogy ez csúszni fog egy hónapot jelen állás szerint, bár én úgy vagyok, hogy inkább csúszson és ne az legyen, hogy most decemberben megkapjuk és csak szenvedünk vele és játszhatatlan az egész, úgyhogy csúszik egy kicsit. Viszont két dolgot most így kaptunk cserébe, úgymond az eventek, amik vannak, ez a Halloween és karácsony, azt mondták, hogy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetnek majd rá a csúszás miatt, illetve kaptunk pár ízelítőt az új Genesis állatokból és hát fegyverekből és eszközökből. Jó, most ezeket fogjuk együtt megnézni és kicsit elemezzük nem csak magukat az eszközöket, hanem a körülöttük lévő táját, meg hogy mire számíthatunk. Ugyanis konkrétan még számomra is kérdéses, hogy a Genesis az hogy lesz témaügyileg felépítve, és hogy fogják ugye bár az előző DLC-k után ezt akár a történetbe becsatolni, vagy akár témaügyileg ezt az egészet kezelni. Az biztos, hogy itt még inkább ilyen tekes vonalba fogunk szerintem ellépni, ami abszolút nem probléma, mert ugyebár ez a sima őslényes dinókat szedítünk sztori, ez bőven megvolt az első részekben, és ezt eléggé kimaxolták, úgyhogy most igazán valami újat kell mutatni, és hát én izgatott vagyok, nyilván én nagyon nagy árkfan vagyok, és itt ti is azért sokan, úgyhogy lássuk az első, az egyik kedvencemet. Ez egy állat lesz, láthatjátok közben mögöttem a videót, ez egy állat lesz, amely... Na mindegy, nem mondok semmit, ha még esetleg nem láthatok volna, biztos sokan láthatok, de szerintem sokan mégsem. Ez valami eszmélete, király. Szóval ennyi, ez egy ilyen, ugye Bloodstalkernek van elnevezve, de ez egy ilyen pók tulajdonképpen, vagy egy ilyen pókszerű élőlény. Kicsit visszatekerem, és itt előrébről elindítom, és meg fogunk állni pár helyen, hogy megnézzünk apróságokat. Ugye azt láthatjuk, hogy a karakterünk hogy csatlakozik hozzá, hogyha jól láttam, most 5 lábat látok, és a karakterünket különképpen így fogja ilyen kis csápokkal, valószínűleg be lehet majd ezt is szelídíteni, az nagyon nagy kérdés számomra, hogy hogyan, és akkor majd ezzel tudunk utazni, ráadásul ugye már láthattuk, hogy ugrálni is, és tudjuk a fegyverünket használni, ameddig ugye, hát nem is azt mondom, hogy a karmai között vagyunk, de hogy ameddig ő fog minket és vele utazunk. Itt látható, hogy elég veszélyes, kap egy ilyen hálót. Hát elég undorító amúgy ez a kis dög. Lehetem úgy, hogy 6 lába van. Egyik láb olyan, mintha ekte hátrafele menne ki. Érdekes, és van hátul amúgy egy fullánkja is. Itt látható, 2-4-6 lába van, bocsánat. Itt, ahogy repül, itt látható, hogy 6 lába van. És ugyebár az, hogy lehet vele majd így indákon keresztül így lengeni, hát ez valami eszméletlen király, tehát hogyha ez jó lesz, én csak ezzel fogok közlekedni. Közben amúgy, nem tudom mennyire figyeltétek a környezetet, nekem abszolút ilyen aberration feelingje van az egésznek, de nem látom, hogy zárt lenne a teteje, tehát nem látom, hogy ez egy barlang tulajdonképpen, vagy csak nagy fák vannak. Aztán amit még az előbb észrevettem, ez az ugrás, gyerekek, ez valami király, tehát ezt még egyszer akarom látni. Ez, hogy dob egy ilyen szaltót, ez mindent visz. Na itt figyeljétek, hogy ott van az a kör, és azzal céloz. Azt nem tudom, hogy ez mennyire lesz kifinomult, vagy ez mindig látszódni fog-e, és a többi nyilvánvalóan nem tudjuk pontosan. De ugye látható, hogy ott választott ki, hogy hova lője ezt az adott indát. Amúgy nagyon ködő, olyan, mint valami mocsára van ez a hely. Elég érdekesen néz ki. Rohadt menő, ahogy ez megy. Na mindegy. Szerintem nagyon király lesz, és egy veszélyes állat lesz, mert hogyha elkap, akkor ugyebár ezzel a hálóval valószínűleg oda fog majd tudni húzni. Hoppá, itt még van egy kicsi a végén, ezt nem is láttam. Hogy a szemébe nézett a karakternek? Nagyon, nagyon komoly. Jól néz ki. Ez egy nagyon érdekes állat lesz, ez prioritást fog élvezni, amint kijön majd a Genesis, hogy egy ilyet szereznünk kell. Na jött a következő cucc. Ez egy biome bemutató, ez egy új terület tulajdonképpen. Itt igazság szerint a tájat érdemes nézni. Nem tudom, hogy hova tegyem. Tehát, hogy ez egy felszín lenne? Igazság szerint eddig nekem leginkább az aberration jut róla eszembe, az előzőből is, meg hát ebből is ugye, mint a felszín. De azok a bálnák, azok nem tudom. Tehát, hogyha ezekkel majd így lehet repülni, ezt nem tudom hova tenni. Vagy ez csak látszatlan, de rohadt jól néz ki, az biztos. Ott is láthatók a háttérben ilyen építmények. Ez is egyre futurisztikusabb.
Mindig tudnak újat mutatni, hát ezt most nem tekerem vissza, mert itt amit láttunk, az van tulajdonképpen. Jöhet a következő, ez egy érdekes fegyver lesz majd. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog működni. Először megnézzük, mármint hogy nyilvánvalóan in-game, amikor majd mi is játszunk vele. És próbáljuk. Hát nyilván ez csak egy bemutató. Az nem kérdés, hogy rohadt jól néz ki. Itt már sok minden látszódik. Kíváncsi vagyok, hanyagyára sikerült ezt így felvenni. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát ez egy ilyen tech rakétavetőnek tűnik ez az egész. És ugye ami érdekes az egészben, hogy már van eddig sima rakétavetőnk, illetve célkövetős rakétavetőnk. Direkt amúgy itt mutatták be ugye a Scorchedörszön. Nem tudom miért, de ez egy Scorchedörszös rész konkrétan, úgyhogy ez nem valószínűsítem, hogy ez nem a Genesisben van, mert ez nagyon ismerős nekem ez a hely. Szóval maga a fegyver kinézete abszolút király, és hogy ellövi, hogyha megfigyelhetjük, akkor ugyebár ugyanúgy, ahogy a tekfejes jelzi az állatokat, hogy mi az, ami éppen támad, ugye az a piros, ami ugye barátságos, vagy a miénk, ugye a zöld, és ilyen fehér körvonallal a semleges állatok, és hogy itt repül a rakéta, itt láthatjuk is, hogy ott az egy player, az egy ellenséges játékos, és ugye egy elrepül mellette. Szerintem, ahogy ugye mutatja is, megint kicsit visszatekerem, hogy belemegy ebbe a nézetbe, ezt a rakétát itt fogjuk tudni majd mi irányítani. Én így tudom ezt elképzelni, aztán majd meglátjuk. Mert nem tudom mi alapján menne másképpen tovább, bármire is rá, de nagyon király. Aztán lehet, hogy ez is valami célbemérő sztori lesz, meglátjuk, ez nagyon tetszik. PvP-n ez igazán érdekes lesz, főleg, hogyha lehet irányítani, és akkor majd így csak így a fal mögül így bekanyarodik egy rakéta, az ugye elég kellemetlen lesz. De majd meglátjuk. Na jött a következő, ami egy állat. Ugye ezt láttuk már a Genesisnek az előzetesében is. Ugye ezt a Magmasaur? Igen, Magmasaur a neve. Rott jól néz ki ez a cuci. Ezt a magmás területet már többször láttuk. Kíváncsi leszek, hogy a map... Ja, nem állítom meg. A map többi részén ez majd hogy lesz. Hogy mekkora ilyen magmás területek lesznek. Jól néz ki ez a... Az a szék rajta az, ami fenomenális. Nem sokat kapunk belőle, de bőven eleget. Tehát nézzük meg még egyszer is most. Szóval itt ugye megyünk fel, egyrészt a táj, tehát egy elég durván ilyen lávás területet fogunk kapni. Ott láthatók a háttérben mondjuk fák meg ilyenek. Nem tudom, hogy ebből mennyi az, ami ilyen hátsó textúra is már a pályán kívül van, és ténylegesen mennyi lesz a pálya része, hát ezt majd meglátjuk. Ez a magmaszó rohadt jól néz ki, és egy képessége már itt ugyebár kiderül, amikor itt üvölt, és láthatjátok, hogy azok a kövek jönnek ki belőle, olyan, mint a cluster grenade, azt hiszem, ami ugye, ami robban, és ugye darabokra robban, és azok is robbannak, tehát, hogy ilyen, nem tudom, ilyen tűzesőt csinál maga körül, és még köpni is tud, ott látható volt. És mekkora király, ott ül benne a játékos, egy ilyen fém kis ketrecben, nyilván ugye a magma miatt, és megint látszódik ez a mortárszerű, vagy nem is tudom milyen jellegű támadása, eszmeltő király lesz. Ez nagyon tetszik ez az állat. Biztos vagyok benne, hogy ezt elég nehéz lesz majd befogni, hát majd meglátjuk. Aztán jön egy következő, bár ugye a játékban ugye sokan nem horgásznak, pedig nagyon hasznos, hogyha az ember horgászatra adja a fejét, mert nagyon jó dolgokat lehet belőle szerezni. Lesz új horgászati eszközünk. Ugyebár itt látható a sima horgászat, hogy nem túl sikeres. És akkor itt konkrétan ez azért lesz király, mert megkeresed a nagy méretű halat, és konkrétan azt fogod kifogni. Tehát itt nem sok mindent lehet látni, igazság szerint annyi, hogy megpördíti, rádobja, és ezzel tulajdonképpen azt a halat tudod kifogni, amiket akarod. Hogyha abban a tóban csak két hal van, mert nagyon sokszor volt ezzel problémánk, nem kell szenvedés órákig várni, hanem odamész és befogod, amit akarsz. Remélem, hogy ez is mondjuk hasonló kvalitású droppot fog majd dobni, ezt majd meglátjuk, de az biztos, hogy nekem tetszik. Aztán mindenki döntse, szerintem ez nagyon hasznos lesz, tekintve, hogy én szeretek horgászni, és nagyon rossz az, amikor három hal van a tóban, és fél órát ülsz ott, és egyik se akar beugrózni. Ezzel meg tulajdonképpen sokkal nagyobb esélyt tudod elkapni, ha ügyes vagy. És a utoljára hagytam még egy fegyvert, ami... Nem mondok semmit, nézzük meg, és akkor utána megértitek. Szerintem kíváncsi, hogy kinek még szó jut majd eszébe róla.
Amúgy ez Aberration-ön lett felvívva abszolút. Hogyha nekem mondom kéne valamit, akkor én csak annyit mondok, hogy Predator. Tehát, hogy így, ugye ez abszolút, ugye a Predatornak volt a páncélján egy ilyen ágyú maga mellett. Nagyon király amúgy, hogyha nehogy Isten valaki hardcore-ban, ugyebár tech cuccig el tud jutni, és van egy ilyen a vállán, akkor ahogy látszódik is később, ahogy, ha nem tudom mitől függ amúgy, hogy kilövi az adott dolgot, hogy ez automatikusan működik, vagy pedig manuálisan kell irányítani. Itt látszódik ugye, hogy a farkast is ugye automatikusan kilövi. Hát ez valami eszméletlen. Tehát, hogy ez szerintem rohadt menő lesz. Aztán majd persze meglátjuk, hogy ez hogy fog ténylegesen működni. Úgyhogy srácok, ezeket a kis ízelítőket kaptuk a játékból. Hát a terület az eléggé sokszínű. Tehát itt tényleg amúgy még egy dolgot akartam mutatni itt a már a területtel kapcsolatban. Még itt a horgászus részén, hogyha megnézitek, ez nem tudom melyik pályán van konkrétan. Tehát, hogyha megnézitek itt a... Ha megnézitek itt a horgászós résznél a területet, a háttért, ez nekem abszolút nem ismerős egyik pályáról sem, hogy egy nagyon szép, egy ilyen barlangos helyen vagyunk, egy tóban, nem hiszem, hogy ez jelenleg benne van még a játékban, szóval ez Genesis-es sztori lehet majd. Érdekes ezt is megfigyelni. Nagyon-nagyon sokszínű amúgy a tájok, amiket így mutatnak ezek a kis ízelítők, úgyhogy nem tudom elképzelni konkrétan a Genesis fő témája mi lesz, illetve hogy fog kinézni maga a térkép. Biztos lesz az a durvább mocsaras rész, lesznek havas, illetve ugye ilyen lávás területek, hogy konkrétan az első rész, mert ugye úgy van, hogy maga Genesis az maga a season, és abban van kettő külön DLC, ami majd érkezni fog. Elméletileg, hogyha jól értelmezzük itt az egészet, ugyebár ott a trailer elején ott a végén mutatja, hogy melyik mikor érkezik. Kíváncsi leszek, hogy lesz felosztva. Szerintem az első, ahol azt a pókszerű izét láttuk, az mindenféleképpen egy ilyen mocsaras, nagyon durván mocsaras rész lesz. Hát hogyha eddig féltünk a Sima The Island mapon a mocsártól, mert ott sok veszélyes állat van, akkor itt a ködben meg mindenben ott a hatalmas indásfák között ez csodálatos lesz, főleg hogyha ilyen ízelt lábúval fognak rohangálni. Én nagyon várom a játékot, január az nincs olyan messze, srácok. Túléljük ezt a karácsonyt, addig pedig nyomatjuk a hardcore-t, és utána kezdődhet a Genesis. Csinálják meg jól, egy hónap nem oszt, nem szoroz, úgyhogy meg tudjuk várni. Bármilyen vélemény és egyéb info nyugodtan jöhet oda lentre a komment szekcióba, ha esetleg van plusz infótok, akkor az is nyugodtan jöhet. Én is láttam még pár plusz képet, amin pár plusz infó szerepelt, viszont nem vagyok abban biztos, hogy azok 100%-ig biztosak, de azokat azért nem tettem bele. Ezek, amiket most láttatok, ezek mind az Official Arkos csatornáról vannak, úgyhogy ezek biztosak. Nyilvánvalóan ezek olyan videók is, amikkel látszik, hogy ezek 100%-ig true, úgyhogy ez nem fals info. Hogyha bármilyen plusz infótok van, mondom nyugodtan a komment szekcióba. Én nagyon várom a Genesis-t, amit lehet nyomjuk, addig is pedig itt lesz nekünk a hardcore, és azt csapatjuk. Úgyhogy jók legyetek, srácok, én Starkoltam, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretétek és még nem tettétek, meg iratkozzatok fel. Jók legyetek, sziasztok!